Sziasztok, Marci vagyok, és ez itt a Digital Soldiers Counter-Strike 1.6-os szerver. Mi mindent kell tudni a szerverről, hogy én most ilyen bemutatót csinálok. Igen, ezt. Szóval, ha egy jó közösségnek akarsz a tagja lenni, akkor mindenképp ide gyere. Úgy nagyjából 20 játékos szok fent lenni egy időben. Persze azért a csalások sem maradnak el, különböző hackek használata, viszont a adminok nagyon jól végzik a munkájukat, és bármilyen kis szabálysértés után vagy kikikelnek, vagy kibannolnak, akár örökre is. Persze vannak olyan emberek, akik folyton csalnak. Bassz meg. Szóval vannak olyan emberek, akik folyton csalnak, de ezek azok emberek, akiknek meg kell mutatni, hogy csalás nélkül is lehet játszani. Nem csak úgy, hogy mindent magunknak, semmit az ellenfélnek alapon. Mi mindent kell tudni a szerverről? Ugyebár magyar szerverből nem sok van, ezért ez az egyik legismertebb szerver. Van több Digital Soldiers szerver is, ez az egyik, ezen csak DD2-es pály van. Vannak kisebb modok is a játékban, hogy a játékmenetet könnyítsék, illetve valahol nehezítsék. A könnyítésen átértek, hogy dupla ugrás van mondjuk, és a nehezítésen, hogy nincsen rush, szóval nem tudom, 2 percet kell várni ahhoz, hogy át tudjak menni a pálya egyik térfeléről, hogyha így lehet mondani, szóval egyik térfeléről a másik térfelére. Ez fájni fog, van olyan érzésem. Közben így nehéz beszéd közben játszani, vagy játszás közben beszélni. Hoppá. De azért lehet mindkettőt így együtt csinálni, persze. Semmi akadály nincs. Azért jó van. Van itt olyan rendszer, hogy a pontokat 2 embernek is odaadja, hogyha mind a ketten legalább 40%-ot sebeztek rajta, valahogy úgy van. Szóval leveszek 57 életet mondjuk, akkor neki marad 43, és ha azt a 43-at más veszi le, szóval más öli le, akkor nekem is jön egy pont a killér, nem csak neki. Szóval ez ilyen fair play alapon van. Nagyon más dologról nem is kell tudni a szerverről, csak annyi, hogy egy jó közösség alkotja, legalábbis sokszor. De mondom, jönnek néha azok, hogy csak csaljunk. Viszont ez az összes létező szerveren van. Úgyhogy, ja, ennyi volt ez a szerver bemutató. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem sokan fogtok jönni erre a szerverre. És engem megtaláltok ezen a névem. Addig is, sziasztok!